Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, ebben a mai videóban pedig az új Twitch drámáról, Twitch botrányról fogunk beszélni. Ugye ezt itt a képernyő is láthatjátok, nem fogom tudni kimondani, nem tudom kiejteni ezt a szót. Ezt én igazából magyarul úgy fogalmaznám meg, hogy egy reklám apokalipszis. Ugye ez abból áll, hogy nagyon sok Twitch streamer, például ott volt ugye Azmongolnak a banja, ugye egy olyan dolgot csinált, ami nem egyezik a Twitchnek az irányelveivel, ezért kitiltották Azmongoldot. Innen indult igazság szerint a nagy botrány, természetesen ezt nem csak Azmongold jelentette be, nem csak ő hangoztatta, hogy a Twitchnek nem fair a moderációs rendszere, stb. Ugye ezt pár nagyobb streamer is megtette, viszont Azmongoldnál indult el egy ilyen nagyobb hullám, hiszen ő ténylegesen mérges volt amiatt, hogy őt kitiltják, viszont más mondhat akármit a platformon, őt viszont nem. Ugye itt bizony nagyobb streamerekről is szó volt, akikről csinált videót, bemutatta a videót és figyelmeztette is a Twitch-et, hogyha ezeket a felhasználókat úgy, hogy nem büntetik meg, mint őt, akkor bizony továbbra is csinálni fogja ezeket a tartalmakat. És hát bekövetkezett, ami bekövetkezett, nagyobb tartalomgyártók folyamatosan posztolnak a Twitterre, illetve a social media felületeikre, hogy már bizony a reklám bevételeik csak nem a felére, a 80%-ára, de sőt, volt olyan ember is, akinek a 95%-ára csökkent a bevétele. I go and check my ad revenue, and yeah, I'm not getting ad revenue. I'm not getting the correct ad revenue. Now, the issue with this is I don't even have tags in my name. I don't talk about politics. I don't do anything. Ebből következik, hogy voltak elég érdekes és vicces megszólalások. Például, amikor valaki azt mondta, hogy neki 10 000 dollárról 2 000 dollárra csökkent a napi bevétele. Tehát napi 10 000 dollárról 2 000 dollárra csökkent, amit meg tudok érteni, hogy frusztráló, csak hogy 2 000 dollár sem kevés egy nap, na mindegy, és itt azt mondta ugye az adott illető, itt a videóban is láthatjátok, be is vágtam nektek egyébként, hogy kiről van szó, hogy ennyi erővel elmehetne postásnak, hogy valami, hát mondjuk azt a postást megnézném, aki 2 000 dollárt keres naponta, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy ugye nagyon sok cég, aki reklámoztatta magát a Twitch-en, promotálta magát, fizetett a Twitchnek, stb., hogy reklámozzák, meg kaptak belőle bevételt. Szóval mindenki tudja, hogy ez hogy működik, hogyan működik egy reklámozás, ugye promotálnak cégeket, belerakják a videódba a reklámot, a streamedbe, stb. Stb. Ebből te is részesülsz, mert szerepel a streamedbe, a cég is részesül, akit reklámoznak, a Twitch is részesül, mindenki jól jár. Csak hát ugye nagyon sok cég most elbátorodott a Twitch-től, eltávolodott a Twitch-től, pont azért, mert kialakult egy ilyen botrány, hogy megválogatják azokat az embereket, akiket büntetnek, akiket kitiltanak, van, aki szíthat embereket, fenyegetett embereket a Twitch-en, őt nem tiltják ki, van, aki viszont amint kimond egy rossz szót, egyből kitiltják hónapokra, és az embereknek ebből elege lett, ezt elkezdték hangoztatni mindenhol, nagyobb streamerek felkapták, és jelenleg úgy néz ki, hogy a Twitch be kellett azt vezetnie, hogy valamennyi pénz legalább jusson a markaiba, hogy bizony-bizony ezt a streamerektől veszi el, tehát ugye értelemszerűen ennek a streamerek viszont nem örülnek. Úgyhogy most ebből egy elég nagy probléma van, sorra teszik fel az internetről, hogy hát ennyivel megcsapant a fizetésem, ennyivel megcsapant a fizetésem. Ugye azt tudni kell rólam, hogy én már nagyon régóta otthagytam a Twitch, mert én, mint kisebb streamer, volt olyan, hogy egy stream alatt több 100 000 forint értékben kaptam támogatást, a donétet, tehát ugye a szabok formájában, és én abból a 100, megközelítőleg 140 000 forintból kaptam olyan 20-valahány ezer forintot, azt hiszem 27 000 forintot. Na most el tudjátok képzelni, amikor így megláttam a weboldalon, de az a durva, hogy a weboldalon az volt kiírva, hogy 50-50%. Tehát, hogyha valaki felszól, annak a Twitch elrakja a felét, te elrakod a felét. Na most megnézném, hogy a 140 000 forintnak hol a fele? Hol a fele 27 000 forint? De hogyha találok egyébként erről a képet, majd ahogy most veszem fel a videót, majd megkeresem nektek, felmegyek a Twitch weboldalára, és megnézem egyébként, hogy azokat úgy megváltoztatták-e vagy nem. Ha nem változtatták meg, akkor mindenféleképpen be fogom vágni. Úgyhogy én már akkor otthagytam a Twitch-et, hogy basszus, hát mi? Több? Értitek? Volt megközelítőleg több mint 100 szábom Twitch-en, és 27 000 forintot kaptam. Tehát én nem sokkal utána átmentem a YouTube-ra, és már most a YouTube-on többet keresek, mint ott 100 szab után. Itt megközelítőleg nincsen 100 szabom, értitek? De többet keresek most a YouTube-on, mint akkor a Twitch-en 100 szabbal.
Úgyhogy ezt hagyjuk is, tehát hogy ott, amit te a kis streamerektől ott lenyúlnak, az valami borzasztó. De az meg, hogy most már a nagyobb streamerektől is lenyúlnak, meg tényleg az, hogy a moderációs rendszer a Twitch-en, tehát én mondjuk mondok valamit, szitok bárkit, bármilyen csoportot, bármilyen embert, zaklatok, gyűlöletet keltek, bármit csinálok, ami az irányelvéknek nem megfelelő, lehet, hogy szemet hunynak felette, mert hogy hát én most jobb vagyok a Twitch-el, érted? De mondjuk valaki, aki betartja a szabályokat, nem politizál meg a tököm tudja, figyelj, tőled most elvesztük a fele reklámbevételedet, meg tudod mit, kibannolunk téged most egy hétre. De az, aki non-stop szabályokat szed, érted, egy-két napos bannokat ad, visszaveszik, egy-két napos bannokat kap, visszaveszik, tehát hogy így, én már nagyon régóta mondogatom streamekbe, és a Discord szerveren is már sokat beszélgettünk erről, hogy amúgy dogshit. Olyan szinten dogshit jelenleg a Twitch, hogy ki streamerként esélye sincs érvényesülni, nagyobb streamerként, meg hát tegyük fel, ott van azt mongolt, gondolnak egyet, azt kivágnak, mert éppen nem egyezik a Twitchnek a véleménye a tiéddel, és ez nagyon nagy probléma, hogy a moderációs rendszer jelenleg egy ilyen nagy platformnál, ami ennyi pénzt termel, és ilyen sok ember nézi, ilyen sokan követik, ilyen problémák merülnek fel, hogy hát megválogatjuk azt, hogy kit tiltunk ki, meg kit büntetünk. Ja, hogy téged néznek 10 000-en, téged kitiltunk egy hétre. Ja, hogy valakit mondjuk tegyük fel, néznek 30 000-en, akkor őt nem, mert hogy mit tudom én. Tehát mennyi olyan streamer van például, aki hottábat streamel, meg 18 pluszos tartalmakat mutat a streambe, meg kaszinót, meg gamblinget, meg a tököm tudja mit csinál, és a helyet érted, hogy ezeket eltüntetnék a weboldalról, mert ez káros, ez veszélyes, stb. Külön csinálnak érted ilyen kategóriákat. Tehát, hogy így ember, mi történik a Twitch-sel, srácok, lányok, ez ami borzasztó, de most én tényleg nem akarok kárrövendő lenni, most legalább azok az emberek, akik használják a Twitch-et, tényleg ebből élnek, ebből kerestek pénzt, most nagyon-nagyon sokan azon gondolkodnak, hogy ott hagyják az oldalt, úgyhogy itt az ideje annak, hogy a Twitch kicsit észbe kapjon, az emberek kicsit elengedjék a pénzt, elengedjék azt, hogy lehúzzák a streamereket, és kicsit összeszedjék magukat, és helyreállítsák az oldalt, amiben egyébként kételkedek, de kíváncsi leszek, hogy ennek egyébként mi lesz a vége. Most nagyon úgy néz ki, hogy nagyon sokan ott akarják hagyni a Twitch-et, nagyon sokan panaszkodnak, nagyon eszméletlen mennyiségű pénzeket buknak a streamerek, a content creatorök, úgyhogy hát meglátjuk, hogy hogy lesz. Érdemes egyébként csekkolni azt mongolnak ezzel kapcsolatban a videóit YouTube-on, illetve a Twitter posztjait, illetve érdemes megnézni a Twittert, hiszen eszméletlen, hogy jelenleg, hogy most hol tart a Twitter. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Én nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Írjátok le mindenféleképpen a komment szekcióba, hogy ti hogyan látjátok ezt a drámát. Túlreagálják-e az emberek, jogos-e, amit csinál a Twitch, vagy szerintetek most már tényleg itt van a Twitchnek a vége. Befellegzett neki, mindenféleképpen írjátok le, kíváncsi vagyok a véleményetekre, szeretnék veletek erről beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kapcsoljátok be a csengőt, hogy ne maradjatok le a videókról, a streamekről, illetve ne felejtsétek el, kommenteljetek, találkozunk a következő videóban, így a videó végére pedig a csatorna tagoknak nagyon szépen köszönöm a támogatást, nagyon hálás vagyok, hogy támogatjátok a munkásságomat, így tudok nektek tartalmakat gyártani és streamelni, nagyon szépen köszönöm. Ha ti szeretnétek csatornatagok lenni, nincs más dolgotok, mint a leírásban rákatintani a linkre, és akár már 200 forintért is tudtok csatornatagságot venni. Találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!